A Városház előtti főtéren megjelent borászokat és vendégeiket Fejstámer Róbert, a községi közigazgatás főosztályvezetője köszöntötte, aki a szervezők, a borászok és az önkormányzat összefogásának fontosságát emelte ki felszólalásában. A korábbi évekhez képest az idén lényegesen több kísérő programot szerveztek az illetékesek. A rendezvény színvonalával, a kínálattal mindenki elégedett volt. Sűrűbben kellene, hogy előforduljon, és az embereket szórakoztassák, és összehozzák az embereket, nem pedig széthúzni. A hatvajdasági borászat, egy pálinka főző és egy kézműves sörkészítő mellett egy magyarországi borászat is részt vett a fesztiválon. A kínálat bővülése és a jó idő sok embert kicsalogatott a magyar kanizsai bornapokra. Annak nagyon örülök, hogy sokkal komolyabban épült föl az idei szervezőcsapat, és ennek meglátszik az eredménye, szerintem elég komoly kínálat lesz úgy gasztróban, mint borokban is. Itt van több olyan borászat, ami külföldre szállít, és azzal, hogy már ilyen korai órákban ennyi ember kint van, szerintem mindent elmond. A kétnapos rendezvényen a borkóstoló mellett házias ízeket, helyben készült bográcsos és rostélyos ételeket is fogyaszthattak a résztvevők.